Hegedűs D. Géza, Kossuth és Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művészt az elmúlt napokban választották kollégái a Nemzet Színészei közé. A címet egyszerre maximum 12-en viselhetik, és ha meghal valaki közülük, akkor a cím többi birtokosa dönti el, ki kerülhet a megüresedett helyre. Az ibrányi születésű színész rendező 49 éve a Vígszínház társulatának tagja, a Színház és Filmművészeti Egyetem osztályvezető tanára, csaknem 150 színpadi szereppel, 40 rendezéssel és több mint 70 film, illetve tévéjátékkal a háta mögött, a mai napig nemzedékének egyik legtöbbet játszó, legaktívabb művésze. Hegedűs D. Géza az idei színházi évadban éppen Nyíregyházán lépett először közönség elé azután, hogy nyilvános lett a Nemzet Színésze elismerő cím. A művész mindig nagy szeretettel beszél Ibrányról, gyermekkora színhelyéről. Amikor Ibrányban gyerekeskedtem, az a 1953-tól adatott meg nekem, és ott rúgtam a bőrt, vagy a legelőn szaladgáltam a barátaimmal, vagy kinn a Tiszaparton, örültünk a nyári napfénynek, vagy bentünk Kovács Pisti barátommal, zörgő rozsdás biciklinken, a csomagtartóra egy-egy ilyen kenderzsákot föl csatolva mentünk ki a határba a disznónak disznóparédot dudvá gyűjteni. Nem gondoltam volna én akkor, hogy 2024-ben itt fogok állni önnel szemben, és arról beszélgettünk, hogy milyen érzés a Nemzet Színésze egyikének lenni. Egy nagy névsornak a végére kerültem én, szóval szerénynek kell lenni, és tényleg nagy tisztelettel és szeretettel és hálával gondolok azokra a nagy elődökre, akiknek én most a nyomába léphettem. Fantasztikus érzés, és még egyszer mondom, hogy nagyon nagy megtiszteltetés. A nyíregyházi színbád szabadtéri színpadon Hegedűs D. Géza partnere volt korábbi tanítványa, Vecsei H. Miklós, aki Cseh Tamás alakját idézte meg az esten. A színművész a Semmelweis filmforgatása közben ismerkedett meg a Cseh Tamásról szóló könyvvel, amiből egy színházi est is született. Két nagyon fontos barát, alkotó társamat felhívtam, hogy nincs-e kedvük összerakni egy Cseh Tamás estet, ami most rendhagyó módon nem a Cseh Tamás dalokból áll, hanem az ő történeteiből, és persze a dalok végül színesítik ezeket a történeteket. És nekem Hegedűs D. Géza a mesterem volt az egyetemen, tulajdonképpen példaképpen mesterem, és most már barátom. Sok többször játszottunk apa-fia szerepet, mester és tanítvány szerepet, és ez nekem az ő jelenléte mindig nagyon fontos, és most, hogy két napja ő lett a Nemzet Színésze, és ez az első fellépés, ez nekem egy óriási élmény, hogy velem osztja meg most ezt az első ilyen alkalmat. Jó estét, nyám! Jó estét, szerelem! A Nemzet Színésze pályájának fontos állomásait idézte fel a dalokkal. Felcsendültek többek között a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, a Kőműves Kelemen, a Jó estét nyár, Jó estét szerelem és a Padlás jól ismert dallamai is. A koncerten a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művésznője, Kis Eszter Júlia, három duó felhangzásakor Hegedűs D. Géza partnere volt. Az elhangzott dalokat Hegyi Dávid kísérte zongorán.